próbáltuk megnyújtani a Hanuka gyertyákat így előkészületként itt a nyugati téren, de reméljük, hogy jövő kedden, amikor itt közösen fogunk majd kedd este 6-kor gyújtani Hanuka gyertyát, akkor nagyobb sikerrel fogunk állni. Persze sokkal nagyobb lesz a Hanukia, mint ez a kis mobil Hanukia, ami mögöttem van. De hogyan is kerül a csizma az asztalra, hogyan kerül a Hanukia és a Hanuka gyertya a nyugati térre? Több mint 2000 évvel ezelőtt szír görög birodalom elnyomás alatt tartotta a zsidókat, akik az ókori Izraelben éltek akkor. De az elnyomás nem egy fizikai elnyomás volt, nem a zsidók életét akarták elvenni, hanem a lelküket, a vallásukat. Makabeusok kis serege, a szabadságharcosok felkeltek a görögök ellen, és csodával határos módon a kis csapatuk legyőzte a szír birodalmat, a görög birodalmat, kivívták szabadságukat, és a szabadság megszerzése után elmentek Jeruzsálembe, a templomba, a szentélybe, ahol meggyalázva találták vallási jelképeiket, és így köztük a menórát, a héttágú mécses tartót. Fölállították a menórát, és meg akarták gyújtani benne az olajmécseseket, amelyeknek a lángja az örökkévaló és a zsidó nép kapcsolatát, az ember lelki szabadságát jelképezi. Találtak is hozzá olajat, de ez az olaj csak egy napra lett volna elegendő, az olaj elkészítése pedig 8 napig tartott volna. Megnyújtották a lángokat, és csoda történt, a lángok nem egy napig, hanem 8 napon át égtek. Erre emlékezünk Hanukakor, amikor minden este gyertyákat vagy olajmécseseket gyújtunk. Minden este egyel több gyertyát, egyel több lángot, kifejezve, hogy a csoda csak növekszik, egyre nagyobb és nagyobb lesz. És hogy az ókori időben az őseink is kivívták szabadságukat, úgy mi is kivívhatjuk a saját szabadságunkat, hogyha arra gondolunk, hogy a szabadság a lélekkel kezdődik. Na de hogyan kerül mindez a nyugati térre? 2000 évvel ezelőtt, amikor a csoda megtörtént, a zsidó rabbik elrendelték, hogy minden évben emlékezzünk meg erre a csodára. A csodára való megemlékezés viszont csak akkor érdemes, hogyha ezt nem magunknak tartjuk meg. A csodát hirdetni kell, és el kell juttatni azokhoz is, akik nem ismerik a csodát, nem ismerik a csoda és az emberi lélek erejét. Így több mint 17 évvel ezelőtt, amikor úgy döntöttünk, hogy Budapesten is meg akarjuk ismertetni ezt a csodát, akkor a nyugati teret választottuk, mint az a hely, az a központi hely, ahol a legtöbben mennek, és megismerhetik a Hanuka csodáját. Budapesten most már 18. alkalommal fogjuk minden este meggyújtani a nyugati téren egy gyertyát, és erre az ünneplésre mindenkit nagy szeretettel várunk minden este 6-kor. De persze ez a szokás, hogy a szabad téren gyújtsuk a gyertyákat nem 17 évvel ezelőtt kezdődött, hanem több mint 2000 évvel ezelőtt is a rabbik azt rendelték el, hogy ha lehet, akkor az ajtófélfánál, a külső oldalon, az ajtóban, az utcánál, vagy az ablakban gyújtsuk meg a gyertyákat. Arra emlékeztetve magunkat és mindenkit, hogy a csoda nem csak a miénk, a csodát mindenki másra is meg kell osztani. Chag Hanuka Sameach, boldog Hanukát kívánok, és szeretettel várunk mindenkit december 16-ától 23-áig minden este 6-kor a nyugati téren a hanukai ünnepségre. Este 6-tól gyertyát gyújtunk, éneklünk, táncolunk, fánkot edünk. Mindenkit sok-sok szeretettel várunk minden este a péntek este kivételével. Chag Sameach!